Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus így szólt. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Tegnap a jó pásztor vasárnapján hallott evangéliumi szakasz folytatódik a mai napon Szent János könyvének 10. fejezetéből. Jézus jó pásztornak nevezi önmagát. Az eredeti görög szövegben szereplő kifejezés, a jó kifejezés, nemes, eszményi értelemben vett jót jelent. Nem pusztán azt, hogy valaki jól ért valamihez, hogy egy ügyes pásztorról van szó. Itt sokkal többről van szó, testvéreim. Az igazán tökéletes pásztorról, akiről halljuk, hogy odaadja életét a juhokért, mert annyira szereti őket. Ellentétben a rossz pásztorokkal, akik a nehézségek, a küzdelmek láttán elszaladnak, ott hagyják a juhokat. A jó pásztor az, aki mindvégig kitart, aki kész életét is áldozni a rábízottakért. Jézusnak, mint jó pásztornak a képe, aki meghal a juhokért, a legősibb szenvedéstörténet hagyományhoz tartozik. Ez az őskeresztény hagyomány hangsúlyozza azt a tényt, hogy Jézus a mennyei Atya iránti engedelmességből adja oda életét. És ezzel visszafordítja az első embernek, Ádámnak az engedetlenségét. Erről a fiúi engedelmességről beszél Szent Pál apostol is leveleiben, vagy a zsidókhoz írt levél is megemlíti. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. János evangélista pedig az ő értelmezésében a hangsúlyt az Atya és a fiú között fennálló szeretet kapcsolatra helyezi. Emiatt történik minden. Azt mondja, azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet. Továbbá Krisztus kereszt halálának szuverén szabadságát is hangsúlyozza. Nem veszi el tőlem senki. Magam adom oda, mondja az Úr Jézus. Ő teljesen másként adja oda az életét, mint ahogy mi emberek meghalunk. Hiszen mi nem vagyunk teljesen urai önmagunknak, mi nem tudjuk visszavenni az életünket. De az Isten fia szeretetből áldozza életét. És éppen Krisztusnak ez a szabad önfeláldozása, ami a mennyei Atya iránti szeretetből, engedelmességből, és az értünk, és a mi irányunkba tanúsított szeretetből fakad, ez vált meg minket a halandóságból, ez biztosítja számunkra az örök életet. Hiszen ő helyettünk lesz igazán és tökéletesen engedelmes a mennyei Atyának.
megteszi az Úr Jézus azt, amire mi a saját magunk erejéből nem vagyunk képesek. Sőt, nem csak, hogy helyettünk engedelmes, hanem megváltó áldozata bevon bennünket abba a bensőséges szeretet kapcsolatba, ami fönnáll az Atya és a Fiú között, amely fönnáll a Szent Háromság személyei között. Ebbe a bensőséges kapcsolatba akar bennünket bevonni. Ennek lehetünk a részesei. Igazi fiakká, Isten gyermekeivé válhatunk. Azt mondja Jézus, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. A pásztor és a juh kapcsolatát tehát analóg módon az Atya és Jézus közötti kapcsolattal azonosítja. Bizalmi és szeretetteljes kapcsolat ez. A János evangélium 15. fejezete a barátság képét használja erre a bizalmi kapcsolatra, amikor Jézus azt mondja, barátaimnak mondalak benneteket. Testvéreim, Krisztusnak ez a barátsága alakít át bennünket, hogy fokról fokra őhozzá hasonuljunk, hogy mi is engedelmességet tanuljunk, hogy képesek legyünk életünket odaadni, azaz képesek legyünk Istennek odaadott, elkötelezett életet élni. Ma ünnepelt Szent Flórián vértanú is erre tanít bennünket. Hiába volt a római császári sereg tisztje, ő egyedül Istennek akart engedelmeskedni, és már katonaságból való leszerelése után bátran megy keresztény testvérei megsegítésére, és eközben éri a vértanú halál, azért, mert nem tagadja meg Jézus barátságát. Testvéreim, merítsünk erőt az ő példájából, és mindennél többre becsüljük Krisztusnak, a jó pásztornak barátságát, és az Atyának való engedelmességet tartsuk mindennél előbbre valónak. Amen.